Kaszamarton Lajos, e Palócváros, Salgótarján. Most végre itt áztatod a messzeségbe furt arcod, s a honvágyad belőled most mossa ki az itteni szél. Tegnap, mikor felléptél az út visszatérő hátára, könnyezve kinyúltál az itt hagyott palócok énekéért. Kövesedő emlékeket cipeltél idáig, mögötted nyomok porlattak, s a mesdjék állára zöld szakál teresztett minden tavasszal a remény. Életet nevelt itt mindenütt, a tank tépázta föld. Válladon az évek batyúja. Nem mondhatod soknak, de látod, a sarjadó élet kéri a maszűkös kenyerét, s ugyan a dolgos tenyér mennyit juttat a sorsnak. S e palócváros hogyan gyógyítja be vérző sebét? Sebzett múltját, jelenét viszi a füst a dombok fölé, mindenki szíva fölé. Mert fájdalma ma is mindenkié. Tisztelettel köszöntök minden megemlékezőt, ünneplőt, Salgótarján városán nyilvánításának 96. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségsorozat koszorúzással egybekötött megemlékezésén itt a Kohász Művelődési Központ falán elhelyezett emléktáblánál. Ünnepelni érkeztünk, és megemlékezni a város alapításáról. Megkérem Huszár Máté urat, Salgótarján megyei jogú város alpolgármesterét, mondja el emlékező beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség, kedves salgótarjániak! Önkormányzatunk nevében tisztelettel köszöntöm Önöket Salgótarján városán nyilvánításának 96. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségünkön. Nincs még egy szeglete a világnak, ahol annyira nyilvánvaló lenne, mint itt, a hegyes-völgyes nógrádi tájon, hogy földünkön szétválaszthatatlanul egybeépült a természet, az emberi munka és a történelem. Írta Ervárkonyi Ágnes történész professzor, városunk díszpolgára. Amikor valaki Salgótarjáninak vallja magát, ez nem egyszerűen helymeghatározás, hanem azonosulás egy sajátos természeti tájjal, a táj sok generáció által megért történelmével, a város a településképével, szokásaival és értékrendjével, a helyi társadalomban elfoglalt helyével, a helyi kultúrával. Egy város jövője csak akkor biztosított, ha az anyagiak mellett szellemi energiákkal is rendelkezik. Ehhez hozzátartozik múltunk megismerése és elődeink tisztelete is. Ezért jövünk ide évről évre a Kohász Művelődési Központhoz, ahol 96 esztendeje 1922. január 27-én délelőtt 9 órakor az Acélgyári Olvasóegylet nagytermében tartotta alakuló közgyűlését Salgótarján rendezett tanácsú város képviselőtestülete. Egy évvel ezelőtt a jubileum alkalmából emlékévet hirdetett meg önkormányzatunk. A közgyűjteményeinkben és a közművelődési intézményeinkben rendezett várostörténeti kiállítások, előadások és vetélkedők fókuszában a fiatalok álltak. Hiszen az általunk és bennünk létrehozott város utódaink által, a fiatalok által épülhet tovább. A Salgótarjánban élők, éppen úgy, mint akik máshol élnek, alkotói saját világuknak. Ez az alkotó munka itt is sok vérrel, verítékkel, áldozattal teremtette meg őrzendő értékeit. Mindeközben a közösség szellemisége is folyamatosan gyarapodott. A mindennapok sodrában szinte észrevétlenül kristályosodtak ki az új körülményekre, az ipari modernizációra jellemző új tulajdonságok, amelyek Salgótarján karakteres, beazonosítható jegyeivé váltak. Ugyanakkor a hegyek, a természet és a történelem különös találkozása olyan varást kölcsönöz otthonunknak, amely pótolhatatlan érték. Városépítő elődeink példája kijelölte számunkra a követendő utat, melyen nekünk haladnunk kell. Megmutatták, hogy a sikerhez összefogás, együttes tenni akarás és közös alkotó szándék szükséges. Salgótarján azért szerethető, mert a lakói megtanulták, megtanultuk, hogy van lüktetése, ritmusa, közösség ennek a városnak, ezt érezzük mindig, amikor együtt vagyunk. Hiszek abban, hogy egy család, egy közösség vagy egy település akkor tud igazán erős lenni, ha érzi ezt az összetartozást. Ezt ünnepeljük ma együtt. Boldog születésnapot Salgótarján! Köszönöm, hogy meghallgattam.
A polgármester úr megemlékező gondolatai után pedig koszorúkat, a megemlékezés virágait fogjuk elhelyezni a Várossá nyilvánítás emléktáblájánál. Kérem a koszorúzókat, hogy a szólítás sorrendjébe helyezzék majd el a virágaikat. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata. A Nógrád megyei kormányhivatal, Salgótarjáni járási hivatala. Demokratikus Koalíció Salgótarjáni Szervezete. Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt Salgótarjáni Szervezetei. Magyar Szocialista Párt megyei és városi szervezete. A Salgótarjáni Szakképzési Centrum. Salgótarján és térsége egészségügyi szociális központja. Bányász Kohász Hagyományápoló Egyesület, a Kohász Művelődési Központ Egyesület és művészeti csoportjaik. Tornyai Béla Múzeum. Ponyi József volt acélgyári dolgozó.
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. És a Zente Ferenc Színház. Thank you.